Meleg szobában is teli pocakkal bújtak ágyba az úrfi gyerekek az elmúlt napokban. Mindössze egy hete került nyilvánosságra a zöld gyermekes úrfi család szívszorongató története a Pannon híradóban. Azóta megváltozott az életük. A 6 éves Veronika egy hete macit kért a Mikulástól. Teljesült a kívánsága. Sok macit kaptam. A 3 évvel idősebb nővére végre azt teheti az iskolában, amit a többiek. Most már az iskolában már ingyen kapom az uzsonnát. Eddig hordtam. Anyukám megcsináltam, én meg vittem a suliba. Közel 60-an keresték fel a családot azzal a szándékkal, hogy adományaikkal tegyék szebbé az életüket. Nyitom ki a kaput, valami nyomja be. A kaput hát egy nagyra lacskó ruhanemű volt. A sok élelmiszer és ruhanemű mellett a tűzhely jelentett legnagyobb segítséget a családnak. Így amellett, hogy van mivel fűteni a lakást, az anyuka főzni is tud a gyerekeknek. A kájhátnikor megkaptuk másnap, azért olyan fontos a kájhátteje, mert paprikás főztünk rajta. És most megoldódott, hogy kaptuk a másik tizális porhétot, akkor így döntöttünk, hogy nem az a kájhán főzünk, hanem itt a tizális porhéton főzünk. Tegnap borspaprikást főztünk, ma paradicsomos káposztát főzünk. Holnap majd még látjuk, hogy mi lesz. Igyekszünk, hogy minden nap legyen főtétel az asztalon a gyerekeknek. Úrfiék remélik, hogy a téli hónapokban már nem kell többet dideregniük, és enni is lesz mit. Már jobb mondjuk, mint ma egy hétnek ezelőtt az egész szituáció, úgyhogy bízunk benne, hogy jó lesz. Az elmúlt napokban nem csak az úrfi család sorsával ismerkedhettek meg a Pannonár TV nézői. Néhány hete a szegény sorsú idős kökényháza mesélte, milyen üres hassal tűrni a hideget. Meghatódva mesélik, mennyi segítség érkezett azóta hozzájuk. Hogy hányan voltak, fogalmam sincsen, de hogy 20-30 biztosan, vagy többen is voltak, kaptunk olajat, cukrot, sót, kávét, megjött a tészták, élmiszer az nem annyira, mert nem volt pici derünk, az is tönkre ment, mondtuk akkor magának. Kökényék kaptak hűtőszekrényt is. Emellett újra van áram a házba, és azt is megígérték nekik, hogy tavaszra megjavítják omladozó lakásukat. A házaspárnak fűteni is van mivel. A kartonpapírok helyett most tűzifa áll a tűzhely mellett. Kökényéknek azóta is érkeznek az adományok. Stábunk épp egy kartondoboznyi ruhát továbbított nekik. Mihály nagy örömmel fogadta az adományt. Kökény Mihály és felesége Verona hálásak a sok jó szívű ember segítségéért. Nagyon köszönjük. A jólelkű emberek összefogásának köszönve néhány szegény család helyzete idéglenesen megoldódott.